Új minisztériumokban és új miniszterekben is gondolkodik Orbán Viktor. Az új kormány várhatóan 3-4 hét múlva áll majd fel. A kormányfő neveket nem árult el a választást követő első sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök azt mondta, új kormánya megalakítás előtt beszélni fog a magyar szellemi, gazdasági és kulturális élet vezetőivel is. Erős felhatalmazást kaptunk, sőt, ha visszatekintek a mögöttünk hagyott 30 évre, az egyik legerősebb, hanem a legerősebb felhatalmazást kaptuk meg. A legfontosabb témaként a bevándorlást jelölték ki a magyar emberek Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök azt mondta, a kormány is ezt fogja képviselni, de ez a kormány biztosan nem a választás előtti kabinet lesz. Tehát nem folytatni fogjuk a kormányzást, hanem egy új kormány jön létre. Nem az előző ciklust szándékozzuk meghosszabbítani, hanem egy új ciklust fogunk megnyitni. Ebből fakadóan jelentős változások és módosítások is várhatóak. Az új kormány felállására a miniszterelnök szerint még 3-4 hetet kell várni. Ennyi időre van még szüksége Orbán Viktornak ahhoz, hogy egyeztessen a magyar szellemi, gazdasági és kulturális élet vezetőivel. Neveket azonban egyelőre nem árult el a miniszterelnök. Ha a súlypontok felől kérdez, akkor azt tudom mondani, hogy a következő kormányzás szándékaim szerint demográfiai súlypontú lesz. Ebben az esetben az ATV.hu értesülései szerint miniszteri posztra esélyes Novák Katalin. A jelenlegi családügyi államtitkáról ugyanis a miniszterelnök korábban azt mondta, a demográfiai fordulathoz szükséges kormányzati politikát a következő években képes lesz összeilleszteni és talán le is vezényelni. Ami a gazdasági gondolkodásunkat illeti, most csak erről tudok egyelőre beszélni, ott annyit érdemes talán tudniuk, hogy én a Matolcsi féle közgazdasági iskolához tartozom. Ennek az iskolának az egyik alaptétele az az, hogy a pénzügyeknek rendben kell lenniük. Pénz nem boldog itt, de igen. Hogy Matolcsi György újra miniszter lesz-e, azt Orbán Viktor nem erősítette meg, ellenben nem is cáfolta. Az ATV.hu úgy tudja, ha a jegybank elnöke kap is bársonyszéket, az nem fenyegeti Varga Mihály pozícióját. A portál szerint biztos, hogy Rogán Antalnak és Pintér Sándornak is helye lesz az új kabinetben, de a miniszterelnök bizalma töretlen Szijjártó Péter irányába is. Falusi gyerek vagyok, de mindig meghatódok, hogyha Budapestről van szó. A kormánypártok fővárosi szerepléséről a miniszterelnök azt mondta, szerettek volna jobb eredményt elérni, de így sikerült. Szerepeltünk már rosszabban is, vagy rosszabbul is Budapesten. Én azt tudom mondani, hogy Budapest a mi otthonunk, a mi fővárosunk. Kell nekünk, szeretnénk több bizalmat összegyűjteni. Orbán Viktor szerint ehhez nem változtatni kell, hanem többet és jobban kell dolgozniuk a kormánypártoknak a fővárosban.